Na, hello, kaj ni? Mi újabb minőségi Smite content-tel, srácok. Na most mit leszünk, kis változatosság kedvéért, és azt nem tudom, hogy kivel legyek. Van egy ADC-nk, aki ő, aki Magnézium, és van egy supportunk, aki Amrane, aki egy hell lesz. Feltételezem a solo az a Chang'e. Ami azt jelenti, hogy van egy Thanatosunk, meg egy Medusánk. Szóval akkor mágusok legyünk? Mage-ek legyünk? Midben? Van kettő. Hát. Ja. Jó, Szilával fogunk menni. Ő az egyetlen isten, aki Diamond szinten van nekem. Seasonben nem is játszottam vele, talán maximum egy meccset. Szóval őszintén fogalmam sincs, hogy hogyan kéne buildelni. Ez majd a ellenfelektől függ. De Season 4-ben elég sokat játszottam vele, meg Season 3-ban lett aztán Diamond. És hát ugye úgy van, hogy ha valakivel sokat játszok, akkor ide után megunom, sokat nem játszok vele egy jó darabig, de most eszembe jutott a Szilla, aztán milyen jó kis pentakilleket nyomtunk néha. Szóval, szaja. Szóval egy Janus ellen vagyunk midben szerintem. Anhur ADC egy Diamond Thanatos, ami elég kellemetlen. Egy Chaak van gondolom szólóban, és egy Gabb support. Szóval annyira nem vészes ez a csapat. Viszont Janus és Thanatos az elég undorító kombó. Szóval lehet, hogy itt majd valami kis Magi's robot majd beveszünk a CC ellen. De ja, most nagyon, nagyon kéne majd figyelni a mapet, hogy hol van éppen Thanatos. Főleg az ultia miatt ugye, ami hogyha nagyon felpussolunk midben, akkor azt elég könnyen megjárhatjuk. De ja. Jó, a Chaak az úgy néz ki, hogy ez egy új játékos, se bordere nincsen, és level nullás. A Thanatos mondjuk ő is a level 1-es, mondjuk én csak level 2-es, egy 3-as, mert jó darabig nem játszottam, egy pár hónapig nem smite-oztam, mert elegem lett az egészből. De ja. Ja, ó, nekünk is van egy Thanatosunk, tényleg, ami szintén egy Diamond Thanatos, ami viszont pozitív. A többi rendben van. Medusa az valószínűleg ő is egy új játékos, mert várja. De úgy néz ki, lesz egy disconnectjük a Chaak személyében. Szóval reméljük, hogy az rendbe fog jönni. Ha nem, akkor ez lesz a harmadik meccs. Nem, de bejött csak. Ez lett volna a harmadik meccs, amiben. Na, most mégis disconnectjük, mégse. Oké, ez lett volna a harmadik meccs, amiben valami disconnect van. Azt mondja, hogy Janus ellen vagyunk. Nyomjunk egy Warlocks Steffet. Mit vagyunk? Veszünk egy multipotot és két manát. Egy, kettő multipotot és egy manát. Ja, és Beats határozottan. Ugye, Tana ellen. Hát, hogy amúgy lehet, hogy Aegis jobb lenne. Aegis lesz. Szuper. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy gyorsan ledobjuk a kettesünket majd a speednél. Hangja, miért gecit csinálsz? Hihetetlen. Jó, akkor valószínűleg ő is egy új játékos, Black Sonja. Nem primade az ellenfél, ami pozitív. Szóval az lesz, hogy gyorsan ledobjuk a kettesünket, amikor bespawnol, aztán megyünk is a gecibe.
hogy hamar odaérjünk a wavehez, és legyen egy kis farm előnyünk. Már megint kis lag, ahogy lát. Oké. Miért engem agrózik be? Oké, Janu szeretünk. Gondolom a kosuknál van. Ami azt jelenti, hogy nekünk jelent itt jobbra. És most az új skillt azt nem rakom be, mert hogy Tana úgy dönt, hogy elkezd gankelni. Zseniális. A hármasunk veszük, hogy biztonságban legyünk valamilyen szinten. És a multiplot el is kezd. Úgy nyilván a Szilának a early game az nagyon gyenge, mert mi határozottan egy late game isten vagyunk, és na, ez egy bait lesz. Geniális! Jó, és már ez a taktika lesz. Úristen! Na, ezt jól elbasztam. Új, látszik, hogy régen nem tudtam szilával. Na, oké. Oké, tanatos. Valahol biztosan a közelben van, szóval mi fogjuk magunkat és hazamegyünk. Mert elég kellemetlen lesz. És manára annyira nem volt szükségünk, szóval ott veszünk. Ja, Janus az jó erős early game, hát erősebb mint én. És már 5-ös szintű is, ami nagyon kellemetlen. Szóval farmban határozottan Janus nyer. Jó. Janus ott van hátul, szóval a midcampeket. Midcampet megfogjuk. Mostan. Legalább az egyiket. Oké. És Changét kinyírta. Ság, és már megint laggol itt a terven, ami nem túl jó. Szólok. Na jó, hát határozott kell vinni. Oké, megvan az ultink, ami azt jelenti, hogy zseniális. Jó, hát Janus az határozottan látja az erősségeit, és hogy Lírben ő nyer. Szóval ez végre egy olyan játék, ahol kellő ellenfélre találtam. Kellő ellenfelemre találtam, a midcamp már lelépett. Fasza.
Szép porkánika. Áj, de szép. Na, ezért mondtam, hogy figyelni kéne Thanatosra. És ez manátod, és akkor amúgy nem Pen Boots-ot veszünk, hanem Mana Boot. Ja nem, bocs. Azt hittem valamiért, hogy Book of Thoth-tal vesztünk. Ugye a Book of Thoth az annál több power-t ad, minél több manánk van, tehát akkor nyilván a cooldown boost-ot volna. Nem. Kerülni nem fogunk. Ezt a végezt, az egész lényt, ezt úgy néz ki, hogy elveszítjük. Mindenféleképpen egy early game-ben. Amit tudunk most tenni, az semmi. Visszajött Janusz. Feltételezem a jobb oldali campet, azt megfogta. Ja. Jó, legalább elkaptam itt most. Jaj, azt hittem, hogy van ultim. A picsába. Zseniális. Na jó, legalább felnyírt Janus-t. Ha pedig az nagyon szép lett volna, ha lett volna ultim. Mert az volt a cél, hogy... az volt a cél, hogy megfogom az egyessel, és aztán ultival nyírom. Hát, amit láttatok. Csak azt hittem, hogy van ultim. De nem volt. Elmegyünk a posunkért. Hogy végre megszerezzük azt. Na, az ott van midben, és amúgy most el is megyünk. Vissza. Most nem fogunk skillet emelni. Mert a kettesünkbe és az ultinkbe akarunk rakni pontot. Ugye a kettesünkbe azért, mert a passzívunk az az, hogyha kimaxolunk skillt, akkor plusz 20 power-t kapunk. Ugye? Igen. Nem, bocs, passzívot kell nézni. De gyorsan, remélhetően meg tudjuk Nitná. Életes lövés volt Álmikám. Jó, legalább eltaláltuk. Most nagyon kéne figyelni, hogy... Oké. És 4-es, és már is 20-at több power-ünk van. Jobbra. Oké, megpróbáljuk. Nem túl jó. Hát clearben határozott Janus nyer, már ő szint van felettem. Viszont most már végre kezdünk mi is javulni ilyen szinten, és már... Ja, most már végre mi is tudunk valamit kirelni. Oké,
Úristen! Na, sőtá. Én leléptem. Alig van ma nem. Szóval... Csak 7-es az Anhur, mondjuk. Jó, gyorsan visszamegyünk a warlockunkért, hogy elkezdjünk már végre stackelni. Vettünk közben egy másik wardot. És ja. Még szerintem meg tudjuk fordítani ezt a meccset, mert 12-es Janus, de egy szinten vagyok a többiekkel. Sőt, a Kákkal vagyok egy szinten, mindenki másnál pedig magasabb szinten vagyok. Szóval... Na? Csáva. Na? A picsába pedig egy másodperc volt egy évvel. Ez egy nagyon rossz döntés volt, hogy beugrottam oda. Nem kellett volna, azt hittem, hogy ki tudom nyírni a Janus, nem figyeltem rá, hogy a Thanatos jön-e. Hát, ilyen ez a pop szakma. Oké, az biztos, hogy bevardolunk itt és itt. Hát nem tudom, hogy miért megy a izi ellen. De szuper. Jó, most a fókusz az mi határozottan az, hogy elkezdjünk stackelni, ugye 100 stackkel a Warlock staffhez. Ami elég sok. Gyorsan elmegyünk a posunkért, és begenkeljük a jobb a gót. Most már kezd jönni a power. Power. Na, és komolyan elmegy? Elmegy, igen, komolyan. Zseniális. Hova ultizol, som? Mit csinálsz? Jó, a mid... Midet elvesztettük, nem is olyan nagy baj. Tehát ma a világ vége. Kicsit farmoljunk. Az a baj, hogy laggol itt meg mind a szerver. Na, most az egyesünkbe fogunk kutat rakni. Méghozzá azért, hogy megtudjuk azt a Hoof Power-t még. Le is lépünk. Mert mi akarunk most lenni? Szerintem cooldown reduction. Ja, close pendant és bleed. Egyértelműen bleed, hogy PC-ket hát immunizálni tudjuk. Penetration most még nagyon nem kell. Jóval. Oké, nem megyek a pirosomért. Lehet, hogy kéne amúgy. Lehet. Janus sehol.
szóval. Very, very frightening. Ez komoly? Na, erről van szó. Szuper, jó, azt a plát ezt jól tettük. Oké, na, kezdünk. Kezdünk visszajönni. Játékba. Ah jó, az Aegis megvan. Kezd dizgélni, végre egy jó meccs. Nekülök, ő power előnyben vannak? Nem tudom. De hamarosan. Vissza mennyi menik a most mindent? Ez még 100. Oké, akkor elmegyünk ide az XP camphez. És a bázis. Aztán ja, meglátjuk, mit tudunk csinálni. A Chronos Pendant az amúgy kurva jó, mert nagyon sok mana regenerációt ad nekünk. Ami jó, mert előbb is majdnem kifogytunk. Szóval, ja. Utána meghatározta a Penetration. És még hozzá, van-e valakinek Spear of the Magus-a? Konkrétan senkinek nincsen Penetration-je. Ami elég kellemetlen. Szóval csapati játékos legyek, vagy kicsit önzőbb? Jó, be kéne fejezni agresszíven használni a hármasunkat. Mert például most meg is szoktam volna. Na? Elmegyünk a pusunkat, és aztán meg begenkeljük a duót, hogyha lehet. Nem, visszamegyünk inkább segíteni mindent. Hogy... dehogy is, Medusa csak. Na, sikerül? Az ultinkat, de legalább nyírtuk felébe Andurt. Azt fogjuk kínálni amúgy, egy kicsit segítünk itt dúlban. Úgyis még 25 stacket össze kell szednünk, 24-et most már. Most már megyünk vissza midbe. A Janus-t kéne kinyírni, az a baj, hogy most már nincs ultink, de használhatóak lenni. Leveti lehetesen. Na. Oh.
visszamegyünk egy kis pénélt, mert azt mondja, hogy Gebnek pestilence, az nem olyan sok. Thanatosnak semmi, Chaknak pedig Heartward amulet. 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 Az amulet. Szóval. Nagy problémák vannak, ahogy látom. No. Áj, sok cőcő. Ez a Chang is fasz, hogy itt hagyott. Jó, hát mit kezdeni? Ez van, van olyan érzésem, hogy ezt veszítjük, ezt a játékot is. Most, hogy kezdek beindulni, mint relevancia szinten. De miért a Gebet támadod? Úristen! Faszán bele sétáltam. Mit tudunk tenni? Ultim már nincs. Amint fogom csinálni. Vigyázok itt. Gyere, visszamegyünk. Megfogom az Obsidian Shardot. Végre lesz penem. Aztán nagyon jó kérdés, hogy mit fogunk csinálni. Ja, be kéne rakni egy Wardot a Fire Giant-hez, amúgy. Tudod mit? Elveszünk a speedet. Janus az ott van, és bevordolt oda. Lépjünk le. A főnixünk még amúgy jó állapotban van. Szóval ilyen probléma nagyon nincsen. Aha. Jó, hát próbáljuk meg kicsit midet megtolni. Amúgy az lenne egy tél. Megpróbáljuk őket védeni. Hát ha. Hát ez zseniális volt. Jó, mit vegyünk?
Azt mondja Spear. Igen, mennyi cooldown-t ad ez? 20-at? Ja, akkor belefér még egy Spear. És Rod nem kell, vagy kell nekünk Rod? Most már amióta elbaszták a Rodot, azóta annyira nem szeretem buildelni. Soul Reaver annyira nem fontos. Nem, legyen a Rod amúgy a... Köszönjük egy Spear of the Shoot. Az szintén segíteni fog penben, mert 15 pen van rajta. Ami flat pen ugye, tehát nem százalékos pen. 100 magic power, most is van. Ja, ez elég jó ötlet lesz, de tanánkat kinyírtunk. Hogy állunk szintekben? 15-ös a Atosunk. Ami nem túl jó. Az ő Januszoknak van 8 ki, nekem van 6. És hát rabulálunk, az biztos. De nézzük meg, hogy... Hop, 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 hop. Oké. Ez egy tipus ulti volt, mert azt hittem, hogy jön Thanatos. 100 volt kéne, de most nem várjuk meg. Jó, legalább kinyírtunk valakit. Fire Giant-ot mindenféleképpen meg kéne védeni, mert hogyha most megszerzik, az nekünk nagyon szar lesz. Nincsenek ott a Fire Giant-nél. Oké, én visszamegyek a Spear-ért. És hírjuk nagyon nincs a csákon kívül, az annyira nem zavar. És egy roddal fogunk menni, az 3000 gold, ezt 466 meg tudjuk adni, tehát 2500 gold magaslatában megveszik a Rodos Putit. Ja. Jó, hogy midben indulunk el, kinyírjuk ezeket a minionokat. Oké. Okay. Nagyon messze vannak. Remélem időben ott tudok érni. Na. Van ott a Janus-t kéne. Megcsinálták a goldot viszont. Oké, én a Phoenix-et. Most takarodjunk el innen. Szuper. Oké, itt nincs senki. Midet. Hát érdemes, jól fasza lenne, hogy midet. Ha már úgyis elvesztett Malint. Ó, bassza meg. Ez komoly? Na? Jössz. Jössz.
Na, még a végén megnyerjük. Fasza lesz. Van egy Janusunk, aki félni kell. Húha! Ah, baszki! Támadjuk be mitet. Jajnás, és bevédjük most egy kicsit mitet. Még legkevés. Megfogom a pirosamat, amúgy, nem jól jönne. Na jó, belépjük, megvesszük a rodot, és ja. Na, oké. Erre már ott mindenki érted meg, te som. Uda, végre egy jó kis izgi meccs. Shut down. Be careful. Megint itt vannak a kapunál. Úristen, na hát erre nem számítottam. Ja, fogunk egy Sentry-t, hogy majd a Fire Giant-hez be tudjuk rakni. De Chuck-ot miért gebet támadják, nem értem. Prioritizálni kéne a célpontokat. Nyilvánvalóan. Medusa nem tudom mit mivel. Picsába. Medusa, medusa, medusa. Furta biad. Másról most crit. Semmi pen. Ja, de ott van a executioner. Minek szörrel, miről beszélünk?
come. Mit Rivers, lo bruciamo. Ma io sento. Ma Mit Glas. Uppaccio. E chi basta troll? Oh, mai da me guat. Do me duscio con voi di petle. No, raga, ma cop. Io con me con una fire giant. Lego la bezzi e megérte. Na jó, de legalább egy izgi meccs. 27 versus 39. Most én nem vagyok benne, de a Thanatos már egy double kit lenyomott. Most hell oda megy. Ó, nagyon szép triple kill a Thanának. Erről van szó. De miért nem a Thanát híleled? De híled már fel Changét. Ó, nagyon mindegy, ezért megérte. Ha már jó lesz ez, jó lesz ez. Ez fasza volt. Szóval megvan nekünk most a Fire Giant, ami azt jelenti, hogy fura. Van itt egy Thanatos, ami elég veszélyes. Oké, a Thanatos. No. Congratulations, you have slain a god. May I double kill. No. Oké, mit csinálja én? Janusz van még életben, meg Krak. Húha! Óristen! Jaj, ha még életünk is. Na, na, na. Ezt úgy néz ki, ezt vesztésre állunk. Na. 11 versus 6. Jajjaj, akkor vagyunk már innen, mert...
Na, ott van egy ward. Oké, mind bebenkeljük a hord. Tényleg én már idióta? Mit történik? Oké, akkor etekeljünk. Na, csőcsá. Nem, de még megnyerhetjük. Na? Fire Giant. Jó, hát ezzel sok minden nem tudunk csinálni. Ja, az elég kellemetlen, most megvan nekik a Fire Giant. Nem tudom, hogy ezt most hogy tudjuk megnyerni. De mit csinál a Thanatos ott? Hogyan a Gold Fury-t? Ez elég kellemetlen. Ja, hát, ez van. Jó, nézzük át a buildeket. Mi lehetett itt a probléma. Nem primit csapat volt, szóval biztos, hogy nem az volt, hogy ők kommunikáltak közben. Meg hát azért pár szóval majdnem. Ugye mi a Phoenix-et először ugye mi nyírtuk ki. Ül a végére. Ha
11-6, enyém a legtöbb kill, enyém a legtöbb, nem, majdnem a legtöbb volt. Janusz 18-3, tehát ő határozottan jobban teljesített, mint én. Player damage 46.000 versus 69.000, azt a kurva. Oké, nézzük meg a buildeket. Nekem szerintem rendben volt, volt elég penem is, baromira erősen sebeztem, szóval az ilyen szempontban rendben volt. Thanatos, Obo, nem értem. Micsoda? Oké, szóval ez a Tana build, ez van botrányos. Mert az Obo, az Attack Speed Heartseeker, az ugye auto-attack-es. Heartseeker szintén auto-attack-es. Crit, szintén auto-attack-es. Tanulnál egyrészt nem buildenünk crit-et, mert felesleges. Jotuns viszont ability-based, mert az ugye cooldown reduction-os. Bloodforge az tök mindegy igazából, az inkább ability-based amúgy. Talária pedig, jó, az meg tudom érteni, az inkább egy baka build, de oké. Okay. Ez kuka, hogy van az egész, ez mehet a picsába. Medúza, Trance, ez kezdett egy ilyennel, a Trance túl későn, pent akkor, tehát először építesz power-t, és aztán építesz rá attack speed-et, meg pent. Power nélkül semmit nem értett. Ez az, hogy itt volt mondom egy Hunter's Blessing, egy Transcendence 1-essel kellett volna kezdenie, aztán befejezni a Ninja Tabit, hogyha attack speedre akarná menni. De amúgy a Ninja Tabit is passzág, mert Warrior Tabi kellett volna. Tudom egy Trance, Warrior Tabi, kész a Warrior Tabi, befejezi a Trance-t, utána jöhet egy Exi, és miután ez megvan, utána egy hát az már tök mindegy, hogy a Melis vagy a Deathbringer van először, ugyanannyit ad kb. Én amúgy Deathbringer, a Melis mondani, mert az olcsóbb. De mindegy. Ez a Medusa, ez kuka, ahogy van. Tehát a Tana, Medusa, kuka. Hell. Na most. Túl későn kezdte el bírdelni ezt a bukottót. Oké, az rendben van, a bukodezid is rendben van. Shield of Regrowth? Minek? Nem is értem. Tahuti, Soul Reaver, nincs pen. Semmi, nulla darab pen van. Ezért nem tudott mit csinálni a gapben, meg ezért nem tudott mit csinálni a Chuck-kal, mert konkrétan nulla darab pen volt. És mert Chuck Heartwarded buildet, ami mindenkinek, aki a közelben van, 15 Magical Protection-t ad, ezért mindenkinek kevesebb izé, tehát ezért kellett volna egy pen. Nem feltétlenül egy Obsidian, Hellnél például a Spear of the Magus az szerintem egy jobb alternatíva. Szóval ez is kuka. Chang'e... Asclepius. Ezt sem értem. Lotus Crown az oké, okay, bár az is egy elég tankos item. Spear of the Show. Ez még talán elmegy. Na nézzük meg Chuck-ot. Csak kezdett egy Jotunszal, szar döntés, mert először izébe kellett volna kezdeni a Defense-szel, ezért is van 10 halála, de mindegy. Heartseeker, ez kuka az egész, ez úgy kuka, ahogy van. Jotunsz az oké, okay. Mantle az oké, okay. Pestilence az oké. Okay. Jaj, bocsánat, hihetségben beszéltem, mágikus védelemek ezek, mert Chang'e ellen volt. De azt kellett volna először megcsinálni, mert gondolom itt volt a Warrior's Blessing, és nem Jotunsz kellett volna először befejeznie. Ezek nincs itt cipője? Oké, okay, ez kuka, ahogy van. Kuka az egész build. Tana... De itt is ugyanez. Ability-based Thanatos, az nem auto-attack-based. Soha nem volt az. Nem buildelsz tanára crit-et, nem buildelsz tanára stone-cutting swordot, és nem buildelsz rá Quinst. Tanára Jotunsz, Crusher, Brawlers, mivel csomó healer, kettő healerünk volt, ezért Brawlers, nem ezt builded, ez egy kuka build az egész, ahogy van. Anhur, Trance, na, Anhurnak jó a buildje, tessék, végre egy jó build. Mit csinált? Megvette a gondom a Hunter's Blessing-et, egyes Trance-t és Ninja Tabit. Befejezte a Tabit, feltérez a nem emlékszem most, hogy volt, de ez így jó, ez a sorrend nagyon jó.
aztán arra vett lifesteal-t, ami szintén jó, arra utána, miután már volt rengeteg power-je, utána vett pent és attack speed-et, és utána crit-et. Ez tökéletes. Ez egy szinte 100%-ban auto attack based build, és Anhornak az kell, szóval ez így jó, ahogy van. Ez rendben van. Geb. Ez rendben van. Tib. Komolyan. Pestilence, azt megértem. Emperor's Armor. Az is egy rossz döntés. Omi Hunter, ez kiveszi meg ezeket? Jó, ez is kuka az egész. Janus. Na, tessék, Janus az... Ez egy jó build. Annyi, hogy én hamarabb kezdtem volna a Book of Torthot, de így is kimaxolt, szóval nem volt probléma. Kronos Pendant az azért, mert neki nagyon fontos a cooldown reduction, azért, mert kb. Az egyetlen... Mindegy, azért, hogy fontos neki a cooldown reduction. Pen Boots, szintén rendben van. Kicsivel több pen szerintem itt elfért van, ez a Soul Gem, ez szerintem nem kellett volna, szerintem ez lehetett volna egy Obsidian vagy egy Spear of the Magus. Divine Ruin egyértelműen healerek miatt az rendben volt. De az ő buildje is rendben. Tehát náluk az Anhur az tökéletes build. Janus szintén rendben van a build. Nálunk szerintem az én buildem jó. És kinek a buildje jó még? Kuka. Hell, Kuka nincs bent. És talán a Chang'e, ami még nagyjából rendben. Szóval mindegy, ő jó. Ja. Ja, hát ennyi. Nagyon köszi a figyelmet, majd a következőben reméljük, hogy jobban megy.